Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, ez pedig egy újabb karanténvlog, kiváló versenyzőkkel érkeztünk. A pole pozícióban Dobrev Klára. Dühös vagyok, minden egyes alkalommal, amikor betesszük a terméket a ***ba. Kétszer, sőt néha háromszor. De a DK másik játékosa is ott van mellette, Gyínémet Zsóka. Európa szégyene az árnyék kormány, amely nem tartja be a törvényt. Az Orbán kormány Magyarország egyetlen reménye. Na, őt aztán igazán szeretjük. Picit lemaradva ott van Tompos Marcika a Momentumból. Slava Ukraini, dicsőség a szabadságharcos hősöknek. És Karigeri, a szegény tutyimutyi Karigeri. Igazán nem lehet minket vádolni azzal, hogy ne lennénk... aki a világ és az ország és a budapesti megváltó szerepében tetszeleg. Én vagyok az, akiről a proféták jövendőltek. Nem hallottátok, hogy jövök? Én azért jöttem, hogy mindent leromboljak, ami körülvesz benneteket, és tudjátok, hogy mit adok helyette? Valami újat. Na, hát így áll össze a csapat. Óriási verseny lesz, tartsatok velünk ma is! Kezdjük Dobrev Klárával, Gyurcsány gyönyörű mátkájával. Aki nem csak szép, de okos is, úgyhogy minden együtt van. Ezt már nem is értem. Mi van? És ahogyan Feri és a DK, ő is a skizofrénia jegyeit hordozza magán. Hogy miért is? Minden egyes alkalommal annak az árát fizetjük meg, hogy az Orbán rendszer mindent, mondom, mindent hajlandó azért beáldozni, hogy hatalomban maradjanak. Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mintha kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este. Lesznek tüntetések. Lesznek. Lehet tüntetni a parlament előtt. Előbb-utóbb megunják. Annak az árát fizetjük meg, hogy egy olyan kormányunk van, akit nem érdekel a magyar emberek élete. Kettő dolgot akarnak. Kiszipolyozni minden pénzt. Ma este az apró villa történetével foglalkozunk, vagy nem is tudom, hogy apró villának nevezzük, vagy Sebestyén villának, vagy Gyurcsány villának mondjuk a mai tulajdonosai után. A kommunista diktatúrát kiszolgáló bűnösök leszármazottainak luxus élete. Ha nem az Európai Unióból, hanem a világgazdasági növekedésből, mert az nincs akkor a magyar emberekből, és az érdekli őket, hogy ezt fenntarthassák, hogy a hatalmukat semmi áron ne veszítsék el. Hogy a hatalmuknak semmilyen gátat ne szabhasson senki. Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mintha kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este. Az egyetlen dolog, ami érdekli őket, hogy ezt a lopást, ezt a rablást, ezt tovább folytathassák, és ezért mindent beáldoznak. A szentségét. Annyi se tudod van, mint szaron a légy. Ha kell a munkahelyeket, ha kell az oktatást, ha kell az egészségügyet, ha kell az Európai Uniós kapcsolatunkat, ha kell az emberek hétköznapjait. Na ezért kell ennek a kormánynak véget vetni. Ezért kell ezt a kormányt leváltani. Nem kell hazudni. Ez igen. Mondjuk, hogyha ez önreflexió lenne, akkor sem bocsátanék meg, csak annyit mondanék, hogy oké, végre kimondták, és akkor végre befejezték a politizálást. Vagy hogyha mondjuk ezt 2009-ben mondták volna, akkor is azt mondtam volna, hogy igen, egy borzasztó korszakot lezártak. De nem. Ők 2023-ban mondják ezt másra. Azután, hogy mindent felsoroltak kb., amit nekik sikerült összehozni. Dobrev asszony, hogy nem sül le a képedről a bőr. De hát nem sül le az egész csapatnak. Nagyon szépen fel van ma építve ez a DK, úgyhogy teszünk is néhány példát elétek. Jöjjön Zsóka asszony, hát ő is azért régi bútordarab már. Nyugdíjasok százezreit taszította a megélhetési válságba a száguldó Orbáni infláció, amely már több mint háromszor nagyobb, mint az Európai Unió átlagos inflációja. Hát, világos, mint a nap. Az Orbán kormány ráadásul szándékosan alábecsüli az évközbeni drágulás mértékét, hogy jóval kisebb nyugdíjat kelljen emelnie, mint amekkora a nyugdíjasoknak törvény szerint járna. Azt a köz- és orvosi nyelv tudathasadásosnak hívja. Vagyis a nyugdíjasok Orbán Viktor miatt élnek rosszul. Kb. Fél oktávval feljebb beszél. Pont ugyanúgy, mint 16 évesen. Az igazságon kívül mindent elmond. Hát gyerekek, hát nincsen igazú. Hát ilyen szakértői üzeneteket kell beleböfögni az éterbe.
Nagyon jól rájöttek Feriék 2010 után, hogy bár akkor sem nagyon dolgoztak, de utána egyszerűen csak úgy jött belőlük, hogy mi a felének bármit is csinálni, mikor elég hazudni, hazudni, meg hazudni. Hazudni. Az a mindent elsöprő szarvihar, a Szarmageddon, bazd meg! És utána, hogy telik az idő, azt mondani, hogy amit mi csináltunk, az egyébként valaki más követi el. És akkor egy idő után, hogyha 10-szer, 100-szor, 1000-szer elmondod, akkor biztos majd elhiszi néhány tapló. És ezt csinálják Zsókáék. És még mindig maradunk a szakértőknél, az árnyékban, mert hogy a sötétség Feriéknél garantált. Felmerül a kérdés, hogy vajon ez egy rossz, elhibázott, tehetségtelen gazdaságpolitika következménye, vagy valamilyen kormányzati tudatos megszorító intézkedés végrehajtása? Sok állatból 20-szor, 30-szor van több, mint mondjuk az 50-es, 60-as években volt. Én kezdek hajlani arra, és az árnyék kormány is, hogy erről az utóbbiról, egy teljesen tudatos áremelésről és ezzel kapcsolatos, tudatos, kormányzati, embereket terhelő megszorító csomagról van szó. Hogy bájnál ki a szemedet a holló, vinni el a szerencsédet az ördög. Jó ezt látni, mi? Hát persze, hiszen ti tudnátok mesélni az elhibázott gazdaságpolitikáról, a szétcseszett országról, és természetesen az igazi, kemény megszorító csomagokról. 2010 előtt bőven volt bennük részünk. Ja, és egyébként a fővárosban pont most a szerdai fővárosi közgyűlésen Karigeriék elfogadtak egy igen remek megszorító csomagot, na de erről is lesz majd szó. Az a lényeg, hogy végigvittük az egész árnyékszéket, meg volt a központi komcsikeltető, úgyhogy mehetünk tovább, mert ugyan van még itt bőven muníció náluk, na de hát azért a Momóval is kéne foglalkozni, például Tompos Marcikával. És amit ő most kirakott, ez a kedves kis ügynökfiú, na hát arról inkább nem mondok semmit, előbb nézzétek meg, aztán beszélgessünk róla. Ezt az arcátlan mocsokságot, gyerekek! Komolyan, ez a senkiházi kiteszi ezt a videót úgy olyan kameraállásokkal, mint ott valami tömeget kellett volna szétoszhatni, akik csak békésen gyülekeztek. Ehhez képest volt pár tucat furkó, abból is a nagy rész ilyen momós senkiházi volt, mint a Hajnal Mikike, meg a többi ügynök, meg a többi olyan arc, aki tényleg semmit nem csinál, csak kimegy hatházival, aki elmondja, hogy 10 vagyunk, de legközelebb majd egy kicsit többen leszünk. Hát többen is voltatok. Pár tucatnyian. Csak egyet kérdezek, hogy minek kellett értelmetlenül neki menni mindennek, mint a dúvad, meg a rendőröknek. A másik az, hogy kaptatok egy kis osztatógázt, amikor már tényleg elviselhetetlenül viselkedtetek. Zárójelben, tényleg zárójelben. Emlékszem a 2000-es években Fradi meccseken miket kaptunk a rendőröktől. Hát az ugye... az úgy semmi nem volt, és amit még inkább hozzá tudnék tenni. 2006-ban mit kaptatok volna ti Feritől? Mert akkor aztán a rendőrök nem szórakoztak, pedig akkor senki nem csinált ott semmit, akit szét lettek verve. De itt most ti értelmetlenül, fölöslegesen provokáltátok a rendőröket, aztán utána síra szálltok, és mit csináltatok, miért? Semmi értelme nem volt az egésznek. De oda mentetek, és utána demokráciáról beszéltek. Ti, akik néhány tucatnyian akartok rendszert váltani. Ti, akik nem tudtok mással foglalkozni, mint Tompos Marcika, mint hogy semmilyen más posztja nincs, csak az, hogy Ukrajna, 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 rohadt Orbán, rohadt mindenki, csak Ukrajna, Ukrajna. Nem, gyerekek, mi magyarok vagyunk, felfogtátok? Magyarok. Úgyhogy menjetek ti a francba Feriék után. Főd a undok családnak a tompit a finom gyáktát. És aztán itt volt végül a jó fővárosi közgyűlés Karigerivel, és ott is nagyon szép dolgok voltak. Ezt tetszeni fog szerintem mindenkinek. Igazán nem lehet minket vádolni azzal, hogy ne lennénk kreatívak és okosak bizonyos helyzetekben. Igazából a programjaink is hasonló lehet mondani, de nem az, tehát teljesen más, eltérő tőle. Mik a céljai a pártnak? Vannak céljai, programjaink. Folytatta azt a másra mutogatást, az ön semmiért nem felelős, semmiről nem tehet narratívát, amit
úgy tűnik, hogy egyre többen kezdünk egy kicsit unni. Ó, kreatívak és okosak. Ez igen. Hát persze, hogy kreatívak és okosak vagytok, akkor, ha terelni kell, mutogatni kell, vinnyogni kell, menekülni valaki valami elől, és főleg a felelősség elől. Na, abban tényleg királyok vagytok. Amúgy meg, ez a szolidaritási adó is egy érdekes dolog, nem? Mert folyamatosan azt mantrázzátok, hogy nem akarjátok a kormányt finanszírozni, de ti nagy elfogadók, egyenlők, demokraták, segítők, vinnyogó kisbarátok, azt felejtitek el, vagy nem felejtitek el, csak nem mondjátok, hogy bizony ez a szolidaritási adó a szegényebb településeknek megy, nem a kormánynak. És az, hogy mi mennyibe és hogyan kerül, hát azt majd Pokorni Zoltán elmondja nektek. Úgy leoltott titeket szépen a fővárosi közgyűlésben, hogy csak na! 18-ban az iparőzési adó bevétel 140 milliárd forint volt, idén pedig 271 milliárd lesz. Azaz nő 130 milliárddal. Miközben a szolidaritási hozzájárulás nőtt 53-mal, a bevétel 130 milliárddal nőtt az iparűzési adó. Kivonjuk a két számot egymásból, 77 milliárd forint többlettel gazdálkodhat a fővárosi önkormányzat most, mint gazdálkodott 18-ban. 77 milliárd forint plusz pénzzel gazdálkodik. Mint Tarlós István. Hoppá! Amikor élő Norbert elmondja, hogy a gonosz Orbán Viktor mit vesz el a fővárosiaktól, vagy a polgármester úr, hogy hogyan csavarja ki minden kisdet kezéből a 60 ezer forintot a gonosz kormány, akkor mindenki megnyugszik, hátradől, mert valójában ugyanazt a politikai, verbális ördögűzést folytatjátok, ami a magyar politikára jellemző. Anyát szopik a pokolban. Baszki. Istenem, láttátok volna azokat a fejeket a közgyűlésben. Nekem volt szerencsém ott ülni, hogy hogyan hebegett, habogott a kreatív és okos Karigeri és a többiek, amikor a fejükre olvasták azt, hogy mennyi pénz volt, mennyi maradt, és mi a különbség, és miért hazudnak folyamatosan. Persze ez is leperget róluk, a nagy demokratákról. De volt még itt egy pici, azért ezt még megmutatjuk nektek. Én arra tettem esküt, hogy mindent megteszek Budapest fejlődésének előmozítása érdekében, és ma azt gondolom, hogy ennek a legnagyobb gátja az a kormányzati megszólító politika, amit az elmúlt években egyre durvábban kellett megtapasztalnunk. Nem szabad alábecsülni. Egységes kis fasznak látszik, de a sérül és a mosoly egyszerűen csak álca. Az egész átverésre szolgál. Ugye ezt azért mindenki feldolgozta és érti. Több pénzt kapnak több helyről, de azért kivéreztetés van. Azért nekik teljesen végük van. És nem az a gond, hogy felelőtlenül gazdálkodnak, elszórják a pénzt, vagy például Brüsszelbe 34 millió helyett 120 milliót küldenek Gordonkának, a jó bajnai mesternek. Nem, ezek nem számítanak. Sem a pénzszórás semmi. Minden a kormány hibája. És ennyi. Ez Karácsony Gergely és a SLEP munkája. És már most megragadom az alkalmat, hogy elmondhassam, jövő héten bizony jön egy Karigeri portré. Persze nem lesz teljes, mert nincsen 3-4 óránk egy ilyen művelethez, de azért szépen fel fogjuk lebenteni a vásznat. Gyerekek, ez volt mára a karanténblokk. Köszönjük, hogy minket néztetek, tartsatok jövő héten is velünk, most is lesz néhány tartalom, mint ahogy ezen a héten is, hiszen volt közgyűlés, Ferenc Orsolyával is beszélgettünk. Köszönjük, hogy ennyien néztek, ennyien kommenteltek, szinte nem is tudunk válaszolni erre. De jövő héten ismét vagyunk, és nagyon sokan jöttök a Rumble-ra is, érkezzetek továbbra is, érdemes ott is figyelni minket, ha itt véletlenül valami gond lenne. Úgyhogy nagyon jó hétvégét, jó pihenést, és jövő héten ismét találkozunk. Sziasztok!